Most a Mi Hazánk frakció soron következő kérdésfeltevő képviselőjének kérdése következik. Dócs Dávid képviselő úrat illeti majd a szó. Dócs Dávid képviselő úr, a Mi Hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a külgazdasági és külügyminiszternek. Meddig égeti magát a kormány az akkumulátorgyárakkal címmel? Tisztelt képviselő úr, a miniszter úr távolléte miatt válaszadásra Magyar Levente miniszterhelyettes államtitkár urat jogosította föl. Tisztelettel kérdezem, elfogadja-e a válaszadó személyét? Köszönöm szépen, jelzi számomra, hogy elfogadja a válaszadó személyét. Dócs Dávid képviselő urat illeti a szó, parancsoljon. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Kérdésem égető lesz, hiszen nem csak az elégedetlenségnek a lángja lobban fel itt-ott az országban, hanem bizony az akkumulátorok vagy akkumulátorgyárak is elég sűrűn. Legutoljára Szűke Pátriánban, Nógrád vármegyében, Bátony terenyén történt ilyen tűzeset, immár harmadszor az elmúlt rövid időszakon belül. Szijjártó miniszter úr szerint higgyük el, hogy nem veszélyesek ezek az akkumulátor gyárak és azok a tevékenységek, amik itt zajlanak, mégis tucatjával tudunk olyan hírekről beszámolni, amelyek pont az ellenkezőjét bizonyítják az elmúlt időszakból, hiszen múlt héten többek között Iváncsáról vittek több tucat embert kórházba azért, mert valamilyen rosszul létjött rájuk nehéz fémek hatására, de mondhatnám Gödöt, Debrecent, Salgótarjánt, vagy még ezer másik olyan települést is, ahol gyakorlatilag hasonló technikából eredendően súlyos károsodás érte a munkavállalókat. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a kormányzat rosszul lőtte be a stratégiai irányt, hiszen egész egyszerűen mi nem egy akkumulátorgyártáshoz szükséges alapanyagokkal megáldott ország vagyunk, hanem mi egy mezőgazdasági adottságú ország vagyunk. Mégsem első osztályú egészséges élelmiszerből exportálunk legtöbbet már a Magyarországról, hanem bizony akkumulátorokból. Olyannyira, hogyha a most még folyamatban lévő beruházások megvalósulnak, akkor gyakorlatilag a világon a második legnagyobb akkumulátor exportőrök leszünk, közvetlenül Kína után a sorban. Nem igazán értjük, hogy a magyar embereknek miért jó ez, hiszen külföldi multik hozzák ide ezeket a cégeket, a technológiát jobbára külföldre viszik, mint ahogy a profit nagy részét is, a munkát pedig már most harmadik, negyedik világból érkező munkavállalók látják el. Tehát kérdésem, hogy miért terülteti azt az akkumulátorgyártást a kormányzat, mely nem a magyar emberek biztonságaért és gyarapodásáért felel, vagy nem azért szolgál. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, képviselő úr. Mint említettem, a válasz Magyar Levente miniszterhelyettes államtitkár úr fogja megadni, parancsoljon. Elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, köszönöm a témafelvetést, egy aktuális ügyről beszélt újfent itt a ház falai között, egy olyan ügyről, amelyről már külön parlamenti vitanapot is tartottunk, ahol személyesen is szerencsém volt itt 5-6 órán keresztül éjszakában nyúlóan érvelni az akkumulátorgyártás mellett. És az egyik főérvünk akkor az volt, és továbbra is ezt tartjuk, miután képviselő úr konkrétan erre az aspektusra utalt a felszólalásában, hogy az akkumulátorgyártás az nem egy kizárólagos tevékenység, amire a kormány fókuszál a gazdaságfejlesztés tekintetében. Tehát nem áll fenn semmifajta ellentmondás a között, hogy egy az élelmiszer minőségi élelmiszertermelést még nagyobb kapacitásokkal ugye felmutató országot építsünk, és a mezőgazdaságra még jóval nagyobb mértékben építsünk, mint az utóbbi években. Ez semmifajta ellentmondásban nincs azzal, hogy egyébként az ipart is fejleszteni kell, és az iparban elsődlegesen azokat az ágazatokat, amelyek a jövőben mutatóak, amelyek a jelenlegi ipari kapacitásaink hosszú távú fenntarthatóságát tudják garantálni. Na most az akkumulátorgyártás, egy akkumulátorgyártó, elektromos autógyártó ökoszisztéma megteremtése Magyarországon, ez elengedhetetlen, hiszen jelentős részben, egyszerűen gazdaságtörténeti fejlődésünk okán Magyarország ma, ahogyan Közép-Európa számos országa, még nagyobb mértékben is Magyarország, rendkívül módon támaszkodik az autógyártásra, és általában a járműgyártás különböző ágazataira. Na most mindezek az ágazatok egy olyan fejlődésen mennek keresztül, most néhány év alatt gyakorlatilag, amelyről, hogyha lemaradunk, akkor a következő évtizedekben ez az ipari bázis a több százer munkahelyel, a hatalmas hozzáadott értékkel, a GDP-hez való elengedhetetlen hozzájárulásával kicsúszik a lábunk alatt. Az akkumulátorgyártásra ezért fókuszálunk, és én örvendetesnek tartom, hogy Magyarország rendkívül jó teljesít ebben a versenyben. Higgy el, Nyugat-Európával, Észak-Amerikával is versenyzünk minden egyes gyárért, és örülünk minden munkahelynek, ami ebben a szektorban Magyarországon teremtődik meg, és nem máshol. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, miniszterhelyettes úr! Egy perces viszontválasz, a Dózs Dávid képviselő úré a szó, parancsolja. A szó, tisztelt ház. Igazság szerint elég álságos az önök kötelező kvóta elleni harca, akkor, amikor a több százezer munkahelyet, amit államtitkár úr is említett, külföldi munkavállalóknak szánják, és már most több százezer harmadik, negyedik világbeli országbeli külföldi munkavállaló lepte el az országot, és a határ az valószínűleg a csillagos ég, hiszen úgy látjuk, hogy ezeket az akkumulátorgyárakat önök egymás hegyére, hátára telepítik. Pedig jó esetben a nemzetgazdaság olyan dolgokra kéne, hogy épüljön, amiből az adott ország úgy néz ki, hogy jól áll, jól tud teljesíteni. Ez nekünk nem az akkumulátorgyártás. Említette, hogy autóipari összeszerelő üzemek is nagymértékben fokozzák a magyar gazdaságnak a növekedését. Ez is igaz, de voltunk mi már a vas és acél országa is. Azt gondolom, hogy az se a mi útunk volt. Egész egyszerűen nekünk a mezőgazdasági adottságainkra kéne végre fókuszálni, és arra kéne nagyobb erőket mozgósítani a kormányzat részéről, hiszen élelmiszerválságos időt is élünk. Azt gondolom, hogy éppen ezért erre az irányzatra kéne építeni az akkumulátorgyártás helyett. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy perces viszontválasz illeti meg miniszterhelyettes államtitkár urat. Köszönöm szépen, képviselő úr. Maximálisan egyetértek azzal, hogy nagyobb hangsúlyt kell a jövőben adnunk a mezőgazdasági adottságainknak. Magyarország egy rendkívüli adottságokkal rendelkező ország, amikor a vízkészleteit, a minőségi termőföldet, az agrárgazdálkodás hagyományait tekintjük. Ezek a képességek azt gondolom, hogy nincsenek maximalizálva jelenleg a potenciáljukat tekintve. Erre a következő időszakban nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, ahogyan a kormányzatnak van is erre vonatkozó elképzelése, de ez egy másik téma, egy másik napon kell ezt más keretek között megvitatni. Még egyszer hangsúlyozom, a mezőgazdaság fejlesztése és a vidékfejlesztés semmifajta ellentmondásban és kizárólagos viszonyban pláne nem áll az akkumulátorgyártással. Nem áll azzal a törekvésünkkel, hogy biztosítsuk ennek a nagyon fontos ágazatnak a magyarországi perspektíváját. Szeretném elmondani önnek, hogy nincsen Magyarországon több százezer harmadik országbeli munkavállaló. Néhány tízezer van olyan országokból, amelyek nem EU-s tagországok, és ezt a számot a lehető legkisebb mértékben szeretnénk növelni, annak függvényében, hogy hogyan tudjuk hazai munkaerővel ellátni ezeket a többletkapacitásokat. Ugyanabban a cipőben járunk, mint a többi régiós ország. Magyarországon arányaiban messze a legkevesebb külföldi munkavállaló van a visegrádi 4 és a környező országok tekintetében. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, miniszterhelyettes úr!